Üdvözöllek, itt Ülyei Szabolcs Zoárd. Ebben a mostani videóban a mate teáról lesz szó, Argentina legtöbbet fogyasztott italáról. A yerba matét, ahogy Argentinában és Paraguayban is hívják, már évszázadokkal ezelőtt is itták a Dél-Amerikában a guarani indiánok, és napjainkban sem változott a helyzet. Az Argentinából vagy környékbeli országokból jövő hírességek, például Messinek vagy Ferenc pápának is rengeteg fotója van az interneten, ahol bombiával szürcsölik a matét. A bombia egy fémből vagy fából, esetleg műanyagból készült szívószálszerű eszköz, ami abban segít, hogy a teát úgy el lehessen fogyasztani, hogy közben továbbra is benne ázik a teafű, tehát úgymond nem kell a teát leszűrni. A matete egyik hatóanyaga a matein, a koffeinnek egy változata, aminek nincs olyan erős sokkoló hatása a testünkre, mint például a kávéban lévő koffeinnek. A mate teát tradicionálisan étvágycsökkentéshez és fogyókúrához használták, és ma is a legtöbben emiatt isszák rendszeresen. Az egyes mate teákon különböző szavakkal jelölik a tea típusát, a compalo azt jelenti, hogy száras, a sinpalo vagy despalada pedig azt, hogy szármentes. A legtöbb matét füstöléssel készítik, de vannak füstmentes teák is, melyeket forró levegővel szárítanak ki. Most pedig nézzük meg, hogy mikor is érdemes mate teát inni. Az első az antioxidáns védelem és az immunerősítés. A mate tea tele van antioxidáns vegyületekkel, például xantinok, szaponinok és polifenolokkal. Ennek a teának az antioxidáns ereje valamivel nagyobb, mint a zöld teáé. Az antioxidánsok segítenek csökkenteni az oxidatív stresszt, a sejtkárosodást, a gyulladásokat, illetve az immunrendszer megerősítését is segítik. Éppen ezért érdemes a téli időszakban is inni a matét. A második a gyengeség, a fáradékonyság csökkentése. Mivel a mate teában jelen van a koffeinnek egy fajtája, serkentőleg hat az agyműködésre, így javítja a koncentrációt, a memóriát, növeli a fizikai állóképességet, és több energiához jut a szervezetünk, amikor isszuk. Vannak benne fontos vitaminok és ásványanyagok, mint például ACE vitamin, B vitaminok, vas, kálcium, magnézium, mangán, foszfor, kálium, nátrium, szelén és cink is. A rendszeres mate tea fogyasztás abban is segít, hogy a teljes szintje ne nőjön meg túlzottan az izmokban, ami ugye előnyös például edzések után, mert ugye kevesebb lesz a fájdalom és gyorsabb a regenerálódás. A mate teában lévő egyes anyagok segítenek a jobb vérellátásban is, hogy a szerveinkhez több vér jusson el. A harmadik érve a mate tea fogyasztás mellett a zsírégető támogató hatása, tehát fogyókúra alatt is érdemes inni. Először is a mate tea csökkenti az LDL koleszterin szintjét, mely anyagnak a túlzott hosszú távú jelenléte a testünkben egyértelműen összefüggésbe hozható az elhízással és a túlsúlyjal. Másodszor pedig képes felgyorsítani a zsír anyagcserét, tehát például edzésre, futás, sportolás előtt ugyancsak érdemes inni, mert hatására javul a zsírégetés hatékonysága. Harmadszor pedig úgy segíti a fogyást, hogy serkenti az epesav termelődését, az epesav pedig a legjobb zsírégető anyag a testünkben. Negyediknek az agyunkra kifejtett hatásait kell megemlíteni. Először is a korábban már említett koffein fajta a mateinnek van ugye aktivizáló hatása, de ezen kívül tartalmaz még teobromint és teofilint, két alkaloidát, melyeknek stimuláló hatása van az agyunkra. Ennek a két vegyületnek hasonló hatása, mint amilyen például a csokoládénak van. Másodszor pedig a dopamin termelődését is fokozza a yerba mate, ami ugye az egyik legfontosabb boldogsághormon a testünkben. Aki mate teát fogyaszt, éberebbé válik, határozottabbnak érzi magát, jobban tud koncentrálni, és jobb lesz a memóriája, amíg a mate tea hatóanyagai a testében vannak. Az ötödik, amiről beszélni kell, az az emésztőrendszerre kifejtett hatásai. A mate teában lévő xantinok ellazítják a has környékén lévő izmokat, ami például székrekedés, hasi görcsök vagy puffadás esetén előnyös, de fokozza a gyomorsav és a már említett epesav termelődését is, melyek ugyancsak fontosak az emésztés szempontjából. Mivel a teában vannak erősebb baktériumellenes anyagok is, ezért például bélfertőzések esetén is a terápia részévé lehet tenni. A hatodik a cukorbetegség esetén nyújtott előnyei, és nem csak a cukorbetegeknek érdemes inni, mert napjainkban szinte mindenki sokkal több szénhidrátot fogyaszt, mint amivel teste meg tudna birkózni. A mate teának van vércukorszint csökkentő hatása, segít csökkenteni az éhgyomli cukrot, a glikált hemoglobin szintet, és ami ugyancsak fontos magas vércukorszintek esetén, amit a zsírégetésnél már említettem, az LDL koleszterin szintjét is segít lejjebb vinni. Ezen túlmenően a mate teában lévő hatóanyagoknak
valamennyire van inzulin rezisztencia csökkentő hatása is, tehát segít abban, hogy javuljon az inzulin hasznosulása a testünkben. A hetedik és egyben utolsó a gyulladás csökkentő tulajdonsága. Érdemes a mateteát kipróbálni naponta többször is inni, asztma, ízületi gyulladások, a gyomorban és a májban jelentkező gyulladások, illetve IBS esetén is. Egyes kutatások során kifejezetten hatékonynak bizonyult a matete a májgyulladások esetén. És egy érdekesség még a végére, Uruguayban a Crest tiltja a matete a fogyasztását bombiával a vezetés közben, mivel az elmúlt években számos halálos autóbaleset történt, amely során a bombia beékelődött az áldozatok fejébe, azaz az eszköz okozta a halálokat. Összefoglalom még egyszer a 7 érvet, ami miatt mateteát érdemes inni. Antioxidáns és immunerősítő, segít megszüntetni a fáradékonyságot, fokozza a zsírégetést, serkenti az agyműködést, javítja az emésztést, javít a cukor hasznosulásán a testünkben, és gyulladáscsökkentő tulajdonságai is vannak. Ez volt az én véleményem a mateteáról, remélem érdekesnek és hasznosnak találtad a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha vannak személyes kérdéseid, küldd el nekem e-mailben, és ha szeretnél értesülni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!